Üdvözöllek benneteket! A mai napon egy kis gyakorlati gyors talpalót szeretnék nektek megmutatni. A parapszichológiai keretein belül nagyon fontos terület az úgynevezett tértisztítás. Léteznek persze a térrendezésnek is tudományai, úgy mint a Feng Shui és a Vasati, de jelen esetben én nem egy adott hely harmonizálásáról szeretnék beszélni most, hanem arról, hogy egy olyan helyet, ahol problémák történtek, esetleg haláleset, betegség, bármi egyéb negatív energia, hogyan kell megtisztítani ezektől. Magának a tértisztításnak, ha a történelmet nézzük, komoly hagyományai vannak. A keresztény házszentelés is gyakorlatilag ide köthető, hogy amikor az ifjú pár egy új házba költözött, elhívták a helyi papot, aki megszentelt az adott házat, így biztosítva arról az embereket, hogy csak az ő és friss energiájuk fogja belakni az adott házikót. Manapság rengetegszer találkozhatunk azzal, hogy az a ház, ahova beköltöztünk, az egy olyan ház, ahol előtte beteg ember lakott, nehogy Isten meg is halt ott. Esetlegesen egy olyan házaspár lakott ott, akik sokat veszekedtek, sok problémájuk volt. Ilyen esetben is a tér az megőrzi a lenyomatot. Megőrzi a negatív energiákat, a falakba ivódott feszültséget, negativitást, csak úgy, mint akár az egyes tárgyak lenyomatát. Ha biztosak szeretnénk lenni abban, hogy jó helyen lakunk és jó energiák között, az a legjobb módszer, ha a tértisztítást alkalmazzuk. Segítségül hívhatunk ugyan szakembert is, és én leginkább ezt támogatnám, de aki elég elhivatottságot érez magában, és követi az útmutatást, maga is megcsinálhatja. Nagyon fontos szempont a tértisztításnál a megfelelő holdállás. Spirituális szempontból tudjuk, hogy a növőhold az a kifelé áradás időszaka, a fogyóhold pedig a befelé húzódás, összehúzódás, a sötét mágia időszaka. Teli holdkor teremtünk, új holdkor pusztítunk, úgymond, vagyis betegségeket, rossz energiákat mulasztunk el. Értelemszerűen a tértisztítás legszélszerűbb új holdkor, vagy legalább fogyóholdkor elvégezni. Ha tekintettel vagyunk az adott holdállásra, akkor jöhetnek az adott kellékek, amik szükségesek a művelet elvégzéséhez. Legelsőként tartanám fontosnak megemlíteni a részcsengőt. A hangja a templombéli harangra asszociál, ami egy szakrális hang, előzi a gonosz erőket. Ha éppen nem kapunk részcsengőt, abban az esetben megfelel akár egyszerű porceláncsengő is, vagy esetleg a tibeti harang is rendkívül jó erre a célra. A következő fontos kellékünk a só. A sóról köztudott, hogy magához vonza a negatív energiákat. Szentvett vízbe is ezért helyeznek sót, illetve az egyes ékszereket is azért szoktuk sóba ágyazni, például pont teli hold idején, hogy magához vonza a negatív energiákat. Ugyanezen az elven hat egyébként maga a tengerparti nyaralás, tengerparti pihenés is. Sok ember nem tudja, hogy amikor az irodista létéből kiszakadva mondjuk a családjával elutaznak egy tengerpartra, akkor nem csak az segít a lelkén, hogy nem kell dolgozni, a pihenhet, hanem maga a sós vízbe való merülés az egy olyan folyamat, ami együtt jár azzal, hogy a sós víz kimossa belőle a félelmet, fájdalmat és feszültséget. Éppen ezért, amikor valaki nagyon feszült időszakában van, otthonra is nagy szeretettel javaslom a sós fürdőt, ami úgy néz ki, hogy egy számára kellemes hőmérsékletű kádvízbe belerak 1 kiló tengeri sót, igen, nem kevesebbet, 1 kilót. A legcélszerűbb erre a célra holtengeri só, de bármiféle tengeri só, amit szimplán főzési célra használnak egyébként, megfelel arra, hogy jól elkeverve az adott vízzel, és egy 5-10 perces fürdőt véve benne leveszi a feszültséget az emberről, esetlegesen az ártó szándékokat is. Tehát a második kellékünk volt a só. Azért ezt a fajta sót mutatnám, mert ezt frissen szoktam darálni én is a helyszínen, és így frissen alakul ki a sónak a kristály szerkezete, nem tartalmaz még semmiféle más programot. Következő fontos kellék a füstölő, mint látszik. Füstölőből érdemes mindenképpen jó minőségűt választani. Sokféle füstölő létezik, a legjobbak természetesen a kézzel sodort és valódi illóolajat tartalmazó füstölők. De bármilyen, ami az ember számára kellemes, megfelel a célra. Gyertya is nagyon fontos. Mindenképpen fehér gyertyát javasolnék erre a célra, és ha lehetséges, akkor nem mécsest, hanem valódi szálgyertyát. Kellék még továbbá a mustármag.
Mustármagnak nagyon magas a maróanyag tartalma. Lehet, hogy kicsit viccesnek tűnhet, hogy most a fokhagymát és a vámpírokat emlegetem, de az elv gyakorlatilag ugyanaz. Az, hogy a magas illóolajtartalom, az szétmarja az étertestet. Tehát jelen esetben bármilyen entitásról beszélek, akár démoni jelenlétről, szellemekről, ott maradt lelkekről, esetlegesen csak negatív lenyomatról, a mustármagnak az energetikája minden szétmar. Erre a célra megfelelő lenne például ecet is, csak az kevésbé kellemes a hétköznapok szempontjából az illata miatt. Fontos kellék továbbá a szentelt víz. Ne ijesztem meg senkit egyébként a szentelt víz szó. Tehát, hogyha megkérdezik, hogy honnan lehet szentelt vizet szerezni, akkor azon kívül, hogy a templomból tudunk kérni, azon kívül mi magunk is tudunk szentelt vizet csinálni. Természetesen ez nem azonos azzal, amit a papok szentelnek fel, hiszen az egy másik rítus. De maga a víz a klaszter szerkezete folytán borzasztóan jó információ továbbítására. Bizonyára hallottátok már a programozott víznek a fogalmát, de ha nem, akkor most elmondom. Szakrális rezgésű vizet nagyon egyszerűen lehet csinálni csapvízből is. Ebben az esetben egy adott flakont, én itt egy olajszóró porlasztót teletöltök vízzel. Ha egyszerűen csak köré helyezem a kezemet, és elmondok fennhangon egy imát, akkor ez a víz átveszi annak az imának a rezgéseit, de ha csak magát a szeretett szót ismételgetném, vagy esetleg egy papírdarabként alátenném, ugyanúgy a víz átvenni annak a rezgését. A lényeg, hogy pozitív rezgésű, pozitív töltetű vizet használjunk. Adottak a kellékek. Kérdés a menet. Amikor egy adott házat vagy adott helyiséget tisztítunk, és azért használom a helyiség szót, hiszen lehet szó akár irodaházról, magtárról, telekről, bármi egyéb másról, a tértisztítás elve gyakorlatilag ugyanaz. Tehát amikor egy adott helyiséget tisztítunk, nagyon-nagyon fontos, hogy vegyük figyelembe, hogy a pincétől a padlásig minden helység számít, minden olyan helység, aminek külön ajtaja van, gondolok itt akár spejzra, gondolok itt akár csak egy tároló helységre, függetlenül attól, hogy ott nem tartózkodik ember, azt is ki kell tisztítanunk. Tehát a megfelelő holdállást figyelembe vettük, megérkeztünk az adott helyszínre, kipakoljuk a kellékeinket. Úgy szintén fontos, hogy amikor a tértisztítás történik, akkor maga a tértisztítást végző ember tökéletes szellemi és fizikai állapotban legyen. Tehát ne legyen lázas, ne legyen ittas befolyásoltság alatt. Egész egyszerűen érezze úgy, hogy ő uralja a terepet. Bármi olyan eset, amikor az embert félelem tölti el, vagy esetlegesen kétség, nem alkalmas arra, ha ez felmerül, hogy véghez vigye a tértisztítás. A tértisztítás csak úgy történhet meg, hogy tudatában vagyok saját sebezhetetlenségemnek, és annak, hogy én irányítok. Fontos továbbá, mivel lakásokban, házakban, ugye a többi családtag is ott szokott tartózkodni, hogy kérjük meg mindenkit erre az időre, hogy hagyja el a helyet. Felszabadulhatnak negatív energiák, és hogy ne kelljen külön letisztítanunk az adott embereket, ne találkozzanak esetlegesen sötét sallangokkal, legjobb, ha elhagyják a terepet, és csak egy ember tartózkodik az ingatlanban, maga a tisztító. Tehát a helyszín adott, a kellékek adottak, a tér üres, az emberek elmentek. Első lépésként gyújtsuk meg a fehér gyertyát. Egy kis tányért érdemes erre a célra használni. És egyszerűen csak szórjuk körbe sóval. Ezt nem kell minden egyes helyiségbe magunkkal vinnünk, hanem célszerű úgy használni, hogy a központi helyiségbe helyezzük le, és majd a házat körbejárjuk az összes többi kellékkel. Ugyanúgy, mint a fizikális takarításnál, föntről lefelé tisztítunk, tehát ha emeletes házról van szó, mindig az emeleten kezdjük, és haladunk szépen lefelé. Tehát a fehér égő gyertyánk már meggyulladt, körbe pedig körbeveszi a só. Első lépésként fogjuk a füstölőnket. És a füstölővel, meggyújtott füstölővel körbejárjuk a helyiség minden zegét zugát. Ez pontosan úgy történik, hogy saroktól sarokig körbe megyünk az adott helyiségben, visszük magunkkal a füstölőt. Az irány természetesen az óramutató járásával megegyező, hiszen ez a konstruktív és építő irány. Miután a füstölővel körbejártuk az adott hely minden zegét, zugát és minden sarkát, ezután lehelyezzük egy füstölőtartóba, lehetőleg közel a gyertyához a központi helységben.
Ezek után következik maga a negatív energiák eltávolítása. Hangsúlyozom, a negatív energiákon értem akár egy beteg ember előzetes jelenlétét, akár veszekedést, akár halálesetet, akár csak azt, hogy felújítottuk a lakást és munkások jártak ott, ami nem feltétlenül negatív, de mindenféleképpen más, mint a mi állandó energiánk. Lényeg az, hogy minden egyes esetben segít a tértisztítás. A következő lépésként fogjuk a harangunkat, és akár csak a füstölővel, körbejárjuk vele a helység minden egyes sarkát, faltól falig haladva, óramutató járásával megegyezően. Folyamatosan csengetünk közben. Lehet közben imát is mondani, én nagyon hasznosnak tartom, és én magam is meg szoktam tenni. Függetlenül attól, hogy kinek milyen a vallási meggyőződése, az imáknak erejük van, és hatnak. De aki éppen nem akar egy adott vallás imájához sem csatlakozni, abban az esetben bármiféle áldást hozó szöveget, bármiféle olyan dolgot, amit ő fontosnak tart és kérni szeretne, jó, ha ezt akár magában mormolja, akár fennhangon mondja. A lényeg az, hogy közben a csengetés folyamatos. Egészen addig csengetünk, míg körben nem jártuk a ház minden sarkát. Miután ezt befejeztük, azután jön az, hogy fogjuk a mustármagot, és a mustármagból mindig csak egy keveset szórva, ezt elég a sarkokba, minden egyes sarokba szórunk belőle. Úgy szintén nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogyha közben fennhangon mondjuk azt, hogy távozzék innen minden negatív energia, minden falakba ivódott probléma, minden negativitás, távozzék. Azért is fontos, ugye, mert a teremtés, mint olyan, az három fontos egységből áll össze. Ez a gondolat, a szó és a cselekedet. Ez a hármas egység biztosítja azt, hogy valami létrejön. Ha gondolok rá, fennhangon ki is mondom, és még teszek is érte, mindent megteszek együtt annak érdekében, hogy létrejön a kívánt végeredmény. Miután a mustármaggal teleszórtuk a házat, ezt javaslom egyébként tértisztítás után kb. 2-3 napig ott hagyni, azért, hogy megfelelően hassanak az energiák, és elég utána feltakarítani. Tehát miután a mustármaggal való felszórás megtörtént, azután fogjuk a saját kis szentelt vízünket, és úgy szintén elég a sarkokat meghinteni vele, meghintjük, vagy esetlegesen befújjuk az adott sarkokat. Nagyon-nagyon fontos, hogy akkor, amikor ez megtörténik, akkor érezzünk egy szívből jövő áldást, érezzük azt, hogy valami rendkívül pozitív dolog eltölt minket. Ki is mondhatjuk fennhangon mindazt, amire vágyunk, vagy mindazt, amit szeretnénk, hogyha az adott helynek a lakói éreznének. Áldás, békessége, hely lakóinak adassék, bőség, szeretet, ebben legyen részetek. Bármi, ami jön, akár verses, akár nem verses formában. Lényeg, hogy szívből jövő legyen, és pozitív érzések hassák el. Gyakorlatilag ez a záró akkordja a tértisztításnak, de rendkívül fontos megemlítenem azt, hogy miután megtisztítottuk a helyet, érdemes még egyszer körbejárni, és szembesülni azzal, hogy mit érzünk annak kapcsán, amit dolgoztunk, amit tettünk. Érezzük-e azt, hogy mások az energiák, érezzük-e azt, hogy könnyebb levegőt venni, nem ül a mellkasunkon semmi. Tehát mindig vannak olyan érzetek mindenki érzékenységi típusának megfelelően, amik megadják a kellő visszaigazolást arról, hogy sikeres volt a munkánk. Én még eközben szoktam javasolni egy kis vizuális technikának az alkalmazását, ami mindössze azt jelenti, hogy elkezdünk növeszteni például egy szép aranyszálat, növényeket, amik mint az indák befonják az egész házat, az egész lakást, plafont, padlót egyaránt, és aranyvirágok nyílnak rajta. Ez csak egy a sok közül, bárki bármit használhat, ami számára pozitív, és ami szimbolikailag azt tartalmazza, hogy áldást hoz az adott helyre. Tehát körbejártam, megnyugodtam, tapasztaltam, hogy megváltoztak az energiák. Ezek után nincs más hátra, mint elvarni a szálakat. Ez leginkább úgy történik, hogy biztosítjuk a lenti és a fenti világ összekapcsolódását. Ez a legfontosabb eszköz, a szimbólum. Nem kell semmi bonyolult dologra gondolni. Elég, hogyha annyit teszünk, hogy a helység központi részében, ahol ég a gyertya, ott van a só és a füstölő is, egyszerűen oda megyünk, és a levegőbe rajzolunk egy szimbólumot. A leggyakoribban használt szimbólum az úgynevezett háromdimenziós kereszt. Attól válik háromdimenziósá, hogy rajzolunk egy keresztformát, és a metszés pontján átnyúlunk keresztbe.
Ez a leggyakoribb záró szimbólum. Ezzel gyakorlatilag rögzítjük mindazt a munkát, amit végeztünk, illetve kérjük a fentiek áldását is mindahhoz, ami a saját energiánk. Gyakorlatilag ezzel lezárult a tértisztítás. Hogyha az a kérdés, hogy mennyi időnként érdemes ezt megismételni, azt szoktam mondani, hogy ki ahogy érzi. Általában egy szakember által végzett korrekt tértisztítás egy évben egyszer elegendő. De ha teszem azt például egy adott hely frekventált, abból a szempontból, hogy problémás emberek látogatják, vagy ha egy terapeutának a lakásáról beszélek, vagy az irodájáról beszélek, vagy akár olyan helyhez, ami kórházhoz vagy temetőhöz közel van, akkor érdemes ezt természetesen gyakrabban is elvégezni, ki ahogyan érzi. Aki ezeket a fenti dolgokat betartja és pontosan elvégzi, abban az esetben biztos lehet benne, hogy a tér megtisztult, a negatív entitások jelenléte megszűnt, és pozitív energia hatja át az adott közeget. Ilyen esetben szoktam mondani, hogy mágia nem mágia, az energiák, a módszerek és a metódusok minden esetben működnek. Ha még a hit is hozzátársul, akkor pedig kétség nem fűződik hozzá. Örülök, hogyha gyakorlati tanácsokkal tudtam szolgálni a tértisztítást illetően, és köszönöm szépen a figyelmet.